Kollár Klemenc Laci vagyok, a Kis Tehén együttesben játszom. Foglalkozásom? Erdész. Még nem? Még nincs. Alakul? Alakul. Én Grecsó Krisztián vagyok, író. Hát az Élet és Irodalom stábjához tartozom, csapatához. Nem tudnak zenélni, fülük sincs, és hát amúgy kedves fiúk és lányok. A Margó Fesztivál volt azt hiszem az első ilyen nyitó dolog, ami kvázi még azt hiszem a rájátszás akkor kezdett úgy kikristályosodni abból. És hogy hát úgy volt ez, hogy hívtak oda már zenészeket, akiknek, meg akiknél fontos a szöveg, és költőket, akik megnyitottak erre a zenei ügyre is. És akkor így jöttem én is. Én így kerültem ebbe. Én meg az utolsó vagyok, aki bekerült eddig. Bár most jönnek majd új tagok állítólag. Talán tavaly, mert hogy a Margó Fesztiválnak volt egy másik program is, a Rokonok című, és én ott az öcsémmel szerepeltem, meg az Ávodáékkal. Annak az volt a lényege, hogy családtagok, akik művészek együtt dolgoztak, és valószínűleg a Valuskáik azt gondolták, hogy elég, ha egyikben érintett vagyok. És aztán egyszer csak szóltak, hogy azt hallják, hogy tábortűzi gitáros vagyok én, és ismerek 3 akkordnál többet, és esetleg próbáljuk meg. És hogy a Lacival akkor kipróbálhatnánk, írjunk dalokat, és akkor átküldtem a Lacinak 2-3 verset, sőt, előtte küldött nekem egy dalt, a Kis Tehénnek egy dalát. Mindenki más egyébként olyan dalt kapott, nagyon fontos, aminek rövid szövege van, és úgy kellett átírni, hogy csak néhány verszakot. Nekem meg egy egész hosszú représzt, éjjel-nappal dolgoztam azon, mert ki akar próbálni biztosan, tehát meg akar dolgoztatni az elején, hogy menni fog-e. Hosszú, rövid szótagok váltakozásához értek-e. Nem úgy írtam át egyébként, csak úgy, ahogy sikerült. De nem baj. Nem, de rep maradt. Hát meg lett. Jó rep. Meg lett. Végül is megvan. A rájátszást én legalábbis úgy látom, hogy azért így mászkálnak az emberek, tehát hogy így a párok is, nincsenek ilyen konkrét párok. Mi most így összenőttünk más miatt is, tehát hogy a Kis Tehénnek van egyébként egy ilyen másik szárnya, a Melankó, ahol ilyen kicsit ilyen irodalmi estek vannak, és akkor ott a Krisztián is szokott fellépni. Nincsenek ilyen kőbe vésett párok, és szóval valószínűleg Krisztián is fog mással dolgozni. Hát ez úgy működik, hogy azért hát a H. János van, meg én, akik szoktunk énekelni is, meg hangszert is veszünk a kezünkbe. Ez egy kicsit veszélyes, mert erre pillanatra elhiszed magadról, hogy ehhez értesz. Nagyon jó érzés, nagyon jó érzés. Nyilván garázs rockerként kezdtem. Sőt, volt egy zenekarom is, a The Tours nevezetű, igen nagy sikereket megélt zenekar. Az FM nevű kocsma mindig megtelt Csongrádon, tehát azért az nem semmi, nem azért mondom, mert volt egy Edda emlékzenekar koncert is azon a napon például, amikor az első koncertünket adtunk, és az meg félházzal ment, mi megtelt házzal, nem azért mondom. Hát ilyen név. Hát igen, The Tours, igen, és hogy ma este is elhangzik egy dal, a Sexy Csokoládé, amit odaírtam annak idején, csak sajnos volt, hogy fiúknak nagyon jó hangja volt, feltűnően jó, és kiszorított a frontembeli pozícióból. És aztán volt egy másik, aki meg nagyon tudott gitározni, és akkor nem már szólógitárosra én lettem. Tehát én akkordgitáros, másodvonal dalszerző. De hát úgy látszik, az én életem ezen a pályán, másodvonal, hátulról. Te adod be a jó passzokat. Gólpassz. Színészeken nagyon szeretek együtt dolgozni, talán a filmezés, vagy amikor szeretek filmet csinálni, akkor elsősorban azért szeretem, mert szeretek a színészekkel együtt dolgozni, és tök furcsa, hogy nagyon kevés zenész van, akivel szeretek együtt dolgozni, de az írókkal, költőkkel nagyon szeretek együtt dolgozni. Szóval ez egy jó közösség, vagy szóval jó velük lenni együtt. Nekem. Tök mindegy, hogy színpad vagy nem színpad, nagyon jó velük lenni együtt. Talán mind a kettőnknek nagyon nehéz dolgunk van, mert hogy egy kicsit az egész, az
Tehát, hogy a költők hozzá vannak szokva a felolvasó estekhez, amik egy picit nem annyira az előadásról szólnak, mint inkább ilyen pofavizitről, találkozunk a költővel, és valamilyen stílusban majd el fogja olvasni azt, amit mi sokkal jobban szeretünk elolvasni otthon este. De hogy... Ez az íróolvasó találkozó rövid összefoglalója? Ez igen. A definíció? Mondjuk így. Pofavizit, amit... Jó, megjelentem. De hogy és van egy ilyen, tehát van ennek az egésznek egy kicsit ilyen olyan előadás, ami annyira nem előadás. De közben pedig hozzuk mi azt, ami mi meghozzuk ezt az előadást, és ez a kettőnek ezáltal egy ilyen érdekes keveredése lesz, hogy úgy tűnik, mintha tényleg ott történne a színpadon valami, de nem. De közben meg annyira laza, meg annyira könnyed, és annyira ilyen, nem egy ilyen dramaturgiai íven halad ez az egész keresztül, mint ahogy szerintem egy felolvasó es, szóval, hogy egy ilyen... Szerintem ennek a kettőnek a keveréke ez, és én ezt nagyon szeretem ebbe. Szóval nagyon közvetlen, nagyon személyes, nagyon ilyen... Igen, szóval ez a találkozás, a közönség, és szóval itt azért ez nagyon fontos, tehát sokkal kevésbé fontos szerintem maga, fontosak ezek a művek. Ugyan néha történik egy-egy ilyen katarzis, vagy szóval másfajta katarzis, de katarzis, de szerintem alapvetően ennek ilyen felolvasó est hangulata van, szóval, és azt én nem tudom, azt nagyon szeretem, laza. Jó, mindenféle szempontból jó laza, bár most tökre készülünk rá, meg próbálunk, meg minden, és próbáljuk ezt úgy kezelni, mintha ez a lazaság, ez probléma lenne, de szerintem nem probléma, ez tök jó. A magyar irodalmi hagyományban az egy borzasztóan fontos, fura kitérő, hogy a rendszerváltás előtt, tehát abban a 40 évben, abban az irodalmi est egyfajta ellenzéki szerepet töltött be. És azáltal, hogy ott vagyunk, és együtt lehetünk, maga az ellenzéki pozíció megadta az egész estnek az auráját. Na most ebbe aztán belefért attól kezdve bármi. Az amatőrség, a rossz szövegek, a ilyen szövegek, hogy a szerző tud beszélni, nem tud beszélni, okos-e, gondolkodik-e, van-e színpadi jelenléte. Részege van. Így. Most ennek vége. És akkor mivel ez kiürült mögüle, egyszer csak a következőt láttuk, az irodalmi est az ugyanúgy színpadi produkció, mint ahogy színpadi produkció ez. És egyszer csak segítséget kellett kérni a színháztól, a táncművészettől, a zenétől, egyszer csak meg kellett konstruálni ugyanazokat a hagyományokat, amely hagyományokat a nyugatosok tökéletesen tudtak. Tehát Móricznak olyan estjei voltak, hogy 2000 jegyet adott el Sopronba, Simonyi Máriával léptek fel közösen, szünet volt, és tehát egy színházi produkció volt. Zene volt benne, adomázás. Na most ezt, amit nekünk nagyon nehéz, hogy választ mondjak, amit a Laci mondott, a színpadi jelenlét, az egy egészen másfajta színpadi jelenlét, egészen másképpen kell gondolkodni arról, hogyha a közönség így el van zárva, tehát te kapsz egy reflektorfényt, és ők nem úgy kommunikálnak veled, mint egy könyvtárban, akkor hogyan beszélj, hogyan tagold, amit gondolsz, mi történik. És ráadásul még egy nagyon fontos különbség, a zenész nem árulja a személyiségét. Az író meg a személyiségét árulja. Úgyhogy egy egészen más műfaj. Én nekem a Désékkel is van egy nagy turném, a Dés László és a Dés Andrással, és én ott nem zenélek. És nekem az nagyon nagy iskola, hogy milyen az, mikor színpadi jelenlét zenéléssel, és milyen az, mikor zenészek mellett színpadi jelenlét, mint író, betörtök engem, mint egy jó lovat.